Sziasztok, Zoom vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszélünk ismét órákról. Ma nem készültem egyébként így bemutatni való órával, nem is ez a cél azon kívül, ami rajtam van, hanem ma beszélni fogunk arról, hogy mik a leggyakoribb hibák az óragyűjtés közben. Tartsatok velem! Kicsit egyébként zavar az, hogy általában beszélünk arról, hogy mit vegyünk. Nagyon sok olyan részem volt, amikor órákat nézegettünk, órákat vettünk, az áráról beszéltünk, az értékről beszéltünk, hogy vegyünk-e hamisat, meg replikát, vagy ne vegyünk. De hogy a legnépszerűbb hibákról, amiket az óragyűjtés közben el lehet követni, nem beszéltünk, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy lehet, hogy könnyednek és bulvárosnak hangzik, de egyrészt nagyon sok olyan dolgot szedtem ide össze, ami általában az óragyűjtésben fontos, és sok minden negatív tapasztalattól megkímélt volna egyébként engem is, hogyha hamarabb találkoztam volna ezekkel. Másrészt pedig, és hát így nehéz volt, így saját káromon is tanultam ezekből, másrészt pedig vannak olyan elvek, amik az élet más területein is ugyanúgy működnek, úgyhogy nagyon fontos dolgokról lesz szerintem szó, több mint 10 pontról, úgyhogy igazából be se számoztam őket, de kezdjük rögtön az elsővel. Az első pont pedig rögtön az, hogy ne rohanjunk. Ez lehet, hogy elsőre nehéz dekódolni, de amikor valaki belecsöppen az órás világba, emlékszem, amikor én ezt kezdtem, és akkor így belecsöppentem, és így néztem mindenféle videósokat, és hogy milyen kollekciójuk van, és így azt éreztem, hogy így omlik rám a mennyezet, és hogy ilyen óra is kell, meg olyan óra is kell, meg ezt is meg kell venni, meg azt is meg kell venni, meg ilyen zsáner is kell, meg olyan zsáner is kell, és nem vagyok benne biztos, hogy ez jó. Mármint, hogy az érzést értem, de ezt a sportágat, ezt a hobbit, nevezzük így, nem góra játsszák, tehát hogy nem az nyer, akinek a legtöbb órája van, nem az nyer, akinek a legdrágább órái vannak, nem az nyer, aki tudja, hogy miben máson nomosznak a gátrendszere a svájci gátrendszerektől. Az nyer, akit a legboldogabbá teszik az órák. Ezt akár még egyes számban is fogalmazhatnám, aki legboldogabbá teszi az az órája, amilyen van. Ugyanis nagyon sok olyan ember van, aki megtalálja a tökéletes órát, és utána eladja minden többi óráját, és csak azt az egyet élvezi. Nagyon sok ilyen van, ugye ez az egy órás óra gyűjtemény nevű dolog. Nagyon kevesen szoktak így megállapodni ennél, viszont vannak ilyen órák, amiken az ember így azt mondja, hogy ő most itt megérkezett, és az összes többi nem érdekli, és ez nem az árán múlik. Ehhez kapcsolódva egy jó tanács, hogy próbáljunk kezelhető mennyiségű órát tartani, ez lehetne külön pontba is, de alapvetően szerintem ez ide tartozik logikailag, úgyhogy itt terveztem ezt elmondani. Tehát jó az, hogyha nyilván nagyon sok órát szeretne az ember, hogy így kinyitja az órás dobozait, vagy akár gardróbot, akinek ilyen sok órái vannak, láttam ilyeneket, vagy olyat, aki kinyitja teljes szobát, amit tele van órák, és akkor lehet róla válogatni. Azt hiszem az Alfának volt, hogy egy teljes asztalnyi órája, az szerintem 1%-át nem hordja. Tehát, hogy a legnagyobb probléma az, hogy hiába van sok órát, hogyha nem élvezed őket, meg nem töltesz velük időt, és csak ott vannak, porosodnak, állnak, közgazdaságilag sem jó egyébként, mert hogy kidobott pénz, meg érzésben sem jó. Tehát, hogy mindig is lesz egyfajta bűntudata az embernek, hogy azt az órát nem hordom. És ez szerintem nem jó. Úgyhogy inkább én a saját részemről is inkább a kevesebbre törekszem, tehát nem a világ összes óráját akarom megvenni, amivel szembe találkozom, és ezt meg kéne venni, ki kéne próbálni, bár ugye nekem ilyen szempontból nehéz, mert mégiscsak tartalmat gyártok, és akkor minél több óráról szeretnék személyes tapasztalatot, meg kézbe fogni őket, meg hordani egy-két napig, és hát persze bemutató darabokat lehet kapni, de hogy az sokszor nem olyan érdekes. Egyébként, hogy a Chrono 24-en, meg egyébként az ilyen apró hirdető oldalakon az órák eladási oka a leggyakrabban a kihasználatlanság. Úgyhogy ez egy fontos dolog, ebben szerintem ne essünk bele. Második, és ez kicsit ehhez tartozik, de mégis egy teljesen külön dolog, hogy ne vegyünk egy modellből többet. Láttam olyanokat különböző Facebookos csoportokban, hogy föltette a srác gyűjteményét, és mit tudom én, SKX-ből volt neki 3 darab. Ugyanolyan. Tehát nem az, hogy más méretű, hogy a 7-es, a 9-es, a 13-as, tehát nem. Ugyanaz a modell, ugyanabban a színben. Miért? Tehát, hogy nem annyira ritka óra, hogy kelljen belőle 3-at tartani. Vagy láttam olyat, aki, mit tudom én, a sima műanyag fekete G-sákból, azt hiszem a David 4000-esből tartott egy 3 darabot. Ugyanolyat. Tehát, hogy minek? Így nem ár, nem beszerezhetetlen, bármikor bemész és tudsz venni. Nem valószínű, hogy el fog fogyni valahogy is raktárra, meg hogyha egyébként elfogy véletlen az a modell, akkor úgyis lesz másik, ami hasonlít rá, jobb annál, még ilyesmi. Úgyhogy
nem jó szerintem. Tehát, hogy persze most megint ki vagyok én, hogy ezt megmondjam, de hogy szerintem, én is úgy gondolom, hogy ez pénz, tehát fecsérled a pénzet, hogyha ilyet csinálsz szerintem. Mert hogy ha egynél több órád van igazság szerint, akkor már sokkal több értelme van annak, hogy többféle órát tapasztalj meg, ne ragadj le egyféle modellnél, vagy adott esetben egy gyártónál. Úgyhogy egyébként ez lehetne a következő pont is, hogy ne ragadjunk le egy gyártónál. Ugyanis nagyon sokszor megtörténik az, hogyha valaki így belecsöppen ebbe az egész órás őrületbe, és rám nézegeti az interneten, milyen szép órák vannak, vagy órásboltokban, vagy óravásáron, vagy valahol, megvesz egyet, és utána lesz egyfajta érzelmi kapcsolata az óra márkával, a gyártóval, meg azzal a modellel. És nagyon sokszor megtörténik az, hogy ugye, mint a párkapcsolatokban, hogy inkább sokszor szeretné az ember a biztos rosszat, mint egyébként a ki tudja milyen bizonytalant, és így benne ragad. Jó, nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a párkapcsolatok mindig rosszak, én is egész hosszú, de hogy mindegy. Szóval, hogy alapvetően az van, hogy valakinek volt egy jó benyomás egy bizonyos órára, akkor nem szívesen tér el attól a márkától, és ez szerintem egyébként hiba. Tehát, hogy oké, és egyébként magamon is megfigyeltem, tehát például majd lesz egy videó a téli megjelenésekről, ugye most volt a nyári őszi megjelenésekről, vagy hát igazából ugye a Baselről elkezdve egészen a nyár végéig a megjelenésekről lesz, ugyanilyen részem egyébként majd a téliekről, és a téliben már van egy olyan modell, amit kinéztem, hogy új, ezt most meg akarom venni. Viszont a Tiszótól van. És így elgondolkodtam, hogy van már itt van egy Tiszó. Most elkezdem meg, tehát azt megveszem, akkor lehet, hogy a másikat eladom. Viszont azt meg most svájci óra, első svájci óra, most tényleg adjam el, de amúgy meg nyilván megvan a deal, hogy hát persze, nyilván a régi Tiszó most simán eladom az új gentlemanért. Na mindegy, nem erről van szó. Következő pont, és ezt mit még tudom számon tartani, a negyedik, ez pedig az olcsó óramánia. Úgyhogy sokaknál látom ezt, és ez kapcsolódhat akár az első ponthoz is, amikor valaki rohan. És szeretne egy nagy óragyűjteményt, hogy azért mégis, hogy legyen mit mutatni, meg legyen különböző alkalmakra, és összevásárol mindenféle szemetet. Tehát, hogy az ilyen 5 dolláros kínai órák, meg ilyesmi, és persze tudom, hogy egyébként szoktam mutatni, hogy milyen remek órákat lehet venni AliExpressről, de sosem azt ajánlom egyébként én se, hogy vegyetek össze minden szemetet. Hanem én az AliExpress-es összeállításokból is a szerintem jó dolgokat válogatom. Tehát, hogy ezekből olyanokat, amiket egyébként én is megvennék, vagy megvettem. Tehát, hogy általában ez a dolog, vagy olyat, ami általában már volt a kezembe, vagy attól a gyártótól volt már valami a kezembe, és valami tapasztalat van róla. Tehát attól, hogy mondjuk egy óra, mit tudom én, 50 dollárba kerül, vagy 70-be, vagy 80-ba, attól még simán lehet nagyon jó és nagyon tartós amúgy. Tehát, hogy ez lehet, hogy meglepőnek hangzik, ugye beszéltünk a miért drágek az órák, mert elmondtam benne ennek az okát nyilván, de ettől még nem jelenti azt, hogy mondjuk tartásban, vagy bármiben akár ne tudna versenyezni egy bármelyik gyártónak a 3-0-val drágább órájával. Viszont szerintem hiba, és egyébként ez is az óra halmozás. Tehát bevásárolunk mindent, hogy úgy valahogy mutasson, hogy egy kicsit úgy azt mondta, hogy na, tehát most benne vagyok én is a versenyben, és már gyűjtöttem pont elég órát, és eközben meg csak szemetet termelsz otthonra, mert nem hordod őket. Tehát, hogy általában szerintem ez az egyik legnagyobb hiba, ez a túlzott halmozás. Mert hogy igazából én úgy gondolom, hogy olyat vegyünk általában, amit hordunk is, tehát amire szükségünk is van. De erről majd lesz szó egy külön pontban, és szerintem egyébként azzal fogom majd zárni. És egy jó tanács, ez most nem ilyen hiba, hanem hogy jó tanács, hogy amikor viszont új órát veszünk, akkor hordjuk minél többet az elején. Ennek van praktikus oka is, mert hogyha valami hibája van, az derüljön ki hamar, ne. Úgyhogy megvettem az órát, volt rajtam egyszer két órát, és akkor utána így két hónapja ott van, és egyébként így valami nem frankó rajta. Hanem, hogy töltsünk vele időt. Hogyha hosszabb időt van rajtunk, és nem azt mondtam, hogy folyamatosan, hanem hogy mit tudom én, egy hétig menjünk abban, nyilván, hogyha használjuk, általában levesszük, de még ez sem kötelező egyébként, de hogy általában ugye azért mégis a mechanikusokat leszoktuk venni, mert ez nem annyira jó ilyen 150 grammokban aludni, meg hasonlóban jó nyilván, hogyha bőrszín van, akkor könnyebb, de tök mindegy. Olyan részleteket is észre lehet venni az órán, amikre máskor nem figyelsz, vagy akár olyan nézetet, olyan akár egyébként olyan funkciót, bár ez azért nem szokott előfordulni, mert nyilván tudod, hogy milyen órát vettél, de olyan apró, finom részleteket észre tudsz egy órán venni, főleg, hogyha egyébként a nem feltétlenül a 70 dolláros óráról beszélünk, bár egyébként akár még ott is megtörténhet ez, de hogy alapvetően ez nyilván a felsőbb kategóriára igaz, ez az 1000 euró környéke, meg a fölötti óráknál, amikor már benne vannak olyan apró részletek, amiért magunk mondhatod, hogy
igen, ezért megérte megvenni ezt az órát, hogy erre az apróságra gondoltak. És mondom, hát nyilván az olcsóbb gyártóknál ez azért nem lesz meg, mert hogy nincs az a fajta emberi erőforrás beletéve, ami egyébként ezt megtenné, hogy így elégedetten csettincs, hogy ez igen, ez jó mulatság férfi munka volt. Az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan órát vegyünk, ami tényleg tetszik. És most itt nem véletlenül fogtam könyörgőre a kezem. Tehát, hogy persze van olyan, hogy megnézed egy órát, és ez jó, na most így nem veszünk órát. Tehát olyan órát veszünk, amire azt mondod, hogy ha nem veheted meg, akkor ez neked holnap fájni fog. Mert mint olyan értelemben, hogy mondjuk te ezt mindenképpen szeretnéd. Tehát, hogy az égő vágyról beszélek igazából. Tehát olyan óra, amit meglátsz, és amikor meglátsz, és pillanatában tudod, hogy ez neked kell. És nem csak az, hogy most jó, persze, megveszem, és beteszem a dobozba, hogy utána megmutathassam a haveromnak, hogy nézd, mit vettem, hanem hogy olyan óra, ami nekem a tiszó, amire meséltem róla sokszor, hogy egyébként rohadtul nem egy drága óra, tehát a listára sincs 80 000 forint. Viszont az, amikor ezt fölveszem, akkor általában mindig mosolyogva nézek rá, mert hogy nagyon szépen ki van dolgozva, nagyon szépen csillog, és nyilván, tehát hogy egy kvarcóráról beszélünk, de hogy mégiscsak egy kis finom óra, ami egyébként hatalmasan nagy élvezeti faktort ad nekem, amikor azt viselni szoktam. Tehát, hogy én általában ezt keresem az órákban. És ilyenkor van az, hogyha viszont van egy olyan órám, amiben meglátom azt, hogy valami nem jó rajta. Ez az, ami általában a Seiko SKX rajongókat az őrületbe kergette, hogy ugye a belső lünettája, ahol a percosztás volt, néhány milliméter lodév volt. És amikor ezt egyszer meglátod, idegesíteni fog, és így elkezd távolítani egyébként az órától. Tehát ez az, amikor valami nem feltétlen, és nem az árán múlik, mert most még mit tudom, 200 000 forint környékén tudsz SKX-et venni, ami már egyébként tök irreális, na jó, nem biztos, hogy 200, de hogy 150 körül biztos. Ja, 150-es álkörével szerintem lehet venni, ugye úgy, hogy már egyébként nem gyártják őket, viszont még a Nimbus-a hajtja. Na mindegy, szóval, hogy és az ilyesmi. És ugye nyilván ennek a fordítottjáról beszélek, és ez kapcsolódik az előző ponthoz, amikor észreveszel rajta a részleteket, és így nagyon megfognak ezek a részletek, és így melengetik a szívet, hogy igen, érezni rajta azt, hogy ezt most hogy rakták össze, gépek, hogy milyen részletessége volt, hogy egyébként az, aki tervezte az egészet, az gondolt erre is, meg arra is, meg a gyártó is gondolt, hogy rajta legyen a koronán a márkajelzés például. Nagyon sokszor nincs rajta, és akkor az ilyen kicsit meh. De hogy a kis Tiszó van, rajta van a Tiszónak a tébetűje. De már. És vannak olyan ennél kétszer annyiba kerülő szejkók, amikor jelenetlen korona van rajta. Tehát így nem értem. Szóval az ilyen apró részleteken múlik szerintem. És ugye ez, hogy önmagában az, hogy ha olyan órát veszel, ami csak tetszik, és nem olyan, amiben vágy van irántad, akkor konkrétan mondom, ez elég gyorsan a fiók mélyén fogja végezni, és egyébként pénzügyileg se jó, mert hogy az van, hogy nagyon-nagyon kevés olyan óra van, amit el tudsz adni árában. Ez biztos. Úgy, ahogy ha bemész és megveszel egy új órát, és kísértálsz vele 30-40%-ot, biztos, hogy veszít az óra, de az órák nagy része 50%-ot, vagy a fölötti érteket. Tehát amikor valaki megpróbál eladni a vadi új óráját, és így múlt héten vettem, sose használtam, és egy 20-assal olcsóban megpróbál eladni a 100 000 forintos órát, és soha nem fog elmenni. Tehát soha nem fog elmenni, mert nem ér annyit. Egyszerűen azért, mert kijöttél vele a boltból. Persze, vannak olyan modellek, amiknek ahogy kilépsz a boltból, háromszorosára megy az ára, de azért, mert mindegy, az, hogy ez miért van ára, majd külön fogunk beszélni, de hogy léteznek ilyen modellek is, de nagyon kevés van, és szerintem a nézőim között vagy két ember ilyen van, akinek egyáltalán ilyen órája van a kollekciójában. Tehát, hogy nem ez a nyilvánvaló, és egyébként pont ezért szeretnénk mindenkit lebeszélni az ilyen impulzív vásárlásokról. Tehát amikor így meglátod, megveszed, és hogy holnap megbánod, és ez a lehető legrosszabb. Pénzügyileg is, érzelmileg is, kicsit csalódottnak érzed magad, meg ilyesmi, hogy nem jó az ilyen. Szerintem az ilyet azért kerüljük. Fontos még, hogy, és az igazából mentálhigiénés dolog, hogy ne váljon megszállottságát. Tehát, hogy persze rajongunk az órákért, szeretjük őket, hobbi, gyűjtjük őket, olvasunk utána videókat, nézünk róla, újságot veszünk, járatjuk meg mindent, de meg nem szabad, hogy megszállottságá váljon. Tehát, hogy persze nekem is van olyan, hogy mit tudom én, pörgetem a Facebook Marketplace-t, hogy mikor látok valami jó órát, amit megvennék, de vannak olyanok, mint a boltkórosság. Tehát a vásárlási mánia, amikor csak azért vásárolsz, mert különben nem érzed magad jól. Tehát amikor a lányoknak be kell menni a plázába, és mindenképp kell venni valami kis szart, ha más nem, egy 2000 forintos sálat, tök mindegy, valamit kell venni. És ilyenkor szoktak az emberek az olcsó órákat venni, mert hogy azért, hogy most éppen elmondhass, hogy vagy hát érezd, hogy te vettél valamit.
és ez szerintem nem jó. És ez nem pénzen múlik, mert most nyilván persze ezzel, ha ezt megfogadjátok, ezzel spórotok magatoknak pénzt, meg én is spórolok magamnak ezzel, hogy nem veszek minden héten valami szart. Tehát, hogy az idei évben szerintem egy kezemben meg lehet számolni, hogy hány órát vettem, de szerintem néhány ujjam is elég lenne rá. Tehát, hogy nem veszek minden évben, meg minden hónapban órákat, de hogy azért, de még akkor sem, hogyha az ember mondjuk megtehetné. Tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy egyébként legyen bennünk az a fajta visszafogottság, meg célra tartás, meg elkötelezettség, hogyha kinézünk valami órát, akkor nagyon sokszor csinálják azt az emberek egyébként, hogy valami, és tudom, hogy nem fejeztem a mondatot, de ez a befejezése, hogy kinéznek egy órát, amit nagyon szeretnének, egy drága órát, és hogy ó, hát hogy az 2 millió forint. És elkezdenek rá spórolni, és útközben, hogy hát addig is veszek egy-két olcsót, és így konkrétan elfolyik a pénz, amivel mondom, semmi dolgom vele, mindenki arra költi a pénzet, amire akarja, csak ezzel egyre távolabbra helyezi magától a cél, és így közben meggyűjti a szemetet a kollekciójában, vagy hát nem biztos, hogy szemetet, de hogy a kevésbé értékes darabokat a kollekciójában, lehet ilyen élesen fogalmazni szemetet, de és közben meg nem tud gyűjteni arra a fajta dologra, és azt most lehet 200 ezerrel, tehát a 2 milliósor lehet akár 200 ezeres óra is, most tök minden nyilván mindegy, mindenkinek az anyagi helyzetétől, meg minden más családi, meg minden ilyen dolgoktól függ, tehát van, akinek sok spórolás az, hogy vegyen egy 200 ezeres órát, valakinek még egyáltalán nem spórolás az, vagy egyáltalán nem kell spórolni ahhoz, hogy 2 milliós órát megvegyen. Tehát most nyilván a saját fejemmel tudok gondolkodni, de általában azért a 2 milliós dolgokat nem szoktak innét mellé is abból így kiemelni. Tehát, hogy, de láttam már egyébként erre is ellenpéldát, de azért ez általában nem szokott megtörténni. A következő pont. Ne vásárolunk divatból. Oké, tudom, a divatórákról úgy általában is szoktam beszélni az embereket, de ez most egy teljesen más dolog. Például a Seikonak az Alpinistja, ugye a Hodinkin keresztül jelent meg amerikai külön kiadásban, és így hirtelen így nagy hype volt. Tehát mindenki írt róla, meg minden, és ugye 2000 darabot adtak ki belőle, vagy valami ilyesmit, és 1959 darabot, mert ugye az eredeti alpinisztnak megjelenés idején, mindegy, és ugye ez a kék számlapos alpiniszt, és így hirtelen divat lett megvenni. Aztán egyszer csak az emberek elkezdték eladni, mert egyébként nem tetszett nekik, nem szeretik az alpinisztet, és hogy így egyébként is, akik meg szerették volna, mert megvan nekik a zöld, és szerettek volna mellé egy kéket, vagy helyette egy kéket, ők meg nem tudták megvenni, mert egyszer csak jött ez a divat hullám, és akkor mindenki azt vette. És persze ennek is mondom, van a pénzügyi háttere, hogy ugye kidobod a pénzt az ablakon. Meg mondom, van az, hogy olyan órát veszel, ami nem tesz boldoggá. És szerintem ez a fontosabb alapvetően, most mondom, nem a pénz, mert a pénz az jön meg megy, ugyebár, főleg, hogyha hülyeséget vásárol az ember, akkor nagyon megy, de hogy alapvetően nem jó érzés az, hogyha olyan órára költöd a pénzed, az időd, meg a minden mást, ami nem tesz boldoggá. És a következő is egy jó tanács, legyünk nyitottak az újdonságokra, és ezt ne úgy értsétek, hogy megjelenik valami új gyártó, Kickstarterre felkerül egy kampány, és egyből így be kell vásárolni belőle. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy, és egy kicsit a lista elejére utalok vissza ezzel, hogy amikor beszorul az ember egy márkába, vagy egy zsánerbe. Tehát látok olyanokat nagyon sokat különböző nemzetközi órás csoportokban, hogy teszem fotót az óra gyűjteményükről, és így van benne 16 darab búváróra. És így, ha a csávó csak nem mélytengeri búvár, és minden nap használja őket, akkor nem értem. Tehát jó, megértek egyet, megértek kettőt, megértek hármat, ennyi nekem is van. Most így elkezdek számolni körülbelül, de minek? Tehát, hogy és eközben még hiányoznak alkalmi darabok. Tehát konkrétan a csávónak nem volt a gyűjteményében egy olyat, amit jó szíve fel lehetett volna venni egy esküvőre. Egy temetésre, egy bármi, egy házasságira, évfordulóra, tehát így. És akkor ilyenkor kicsit érzem azt, hogy így, ennek mi értelme van. Jó, mondom, tehát, hogy nem akarok senkinek a pénztárcájába turkálni, nem akarok senkinek az órás gyűjteményébe turkálni, bár ez sokaknál egy is ugyanaz. Mindegy, szóval, hogy az óra gyűjtemények szerintem ugye alapvetően arra valók, hogy megpróbáljunk minél több különböző területet lefedni órákkal. És erre nagyon jók, hogy vannak ugye ilyen átjárásos órák, mint a búvárórák. Ugye nagyon jók, hogy lehet használni mindennapos irodára, és lehet használni sportolásra is, mert ugye alapvetően olyan anyagokból vannak, amik bírják. És akkor ugye vannak ezekből olyan modellek, amiket lehet ilyen smart casual jelleggel hordani, ilyen öltönnyel, nyakkendővel, de ugye smokinggal nem nagyon. És akkor ugye vannak az elegáns modellek, amiket meg alapvetően ugye még öltönnyel elhordod, tehát a smokingon kívül még öltönnyel elhordod, még inggel elhordod, de ugye a farmerral, meg rövid nadrággal a tengerparton már nem. Úgyhogy alapvetően 2-3 órával le lehet fedni az életnek a valamennyi területet. De amikor csak egyre fókuszálsz, azt szerintem nem jó. És egyébként erre most a mindenféle pszichológiai tanulmányaimra is hagyatkozhatok, és azt mondhatom, hogy egyébként az élet más területein se jó az, hogyha csak egy valamire fókuszálsz, és a többit így hagyod.
Tehát, hogy azok általában nem szoktak, nem egészséges dolgok, általában mindenhol jó, egy jó közepes dolgot tartani, tehát nem hagyni semmit sem visszafejlődni, vagy mit tudom én, most társas kapcsolatokra meg ilyesmire gondolok, és nyilván lehet az ember dolgokban kiemelkedő, nem erről van szó, nem arról van szó, hogy mindenben közepesnek kell lenni, és hát szürkek és egyébként így lójuk a mindennapjainkat így valahol a városban. Tehát hogy nyilván nem erről szól a dolog. A következő pont az megint a friss óragyűjtőknek az egyik ilyen talán hibájáról szól. Sokszor az óragyűjtők szokták a presztízs márkákat démonizálni. Tehát ilyen fúj-fúj Rolex, most körülbelül erre gondolva, vagy fúj-fúj Omega, vagy fúj-fúj Vacheron Constantin, meg franciák is lehet őket mondani, hát fúj-fúj. Tehát, hogy, és ugye ebben egy olyan fajta dolog van, és nem akarok pszichologizálni, hogy valaki vett egy jó órát magának, és így azt mondja, hogy ha-ha, nekem ennyi pénzből is van normális órám, és nem költöttem rá 300-szor annyit. És persze, ez normálisan felfogható dolog, viszont nyilván ilyenkor tudni kell egyébként értékelni a túloldalt is, hogy a túloldal ugye nem véletlenül kerül annyiba, ennek megvannak a különböző értékei, hogy miért kerülnek annyiba a presztízs márkák, és egyébként, hogy ő még akár gazdaságilag is lehet, hogy sokkal jobban járt azzal, hogy megvette azt az órát, mint te a tiédet. Ugyanis ebben van egy olyan matek, és ezt most gyorsan még elmondom, aztán, hogy na jó, ebben most elkezdtem, akkor kicsit elmondom ezt a mondatot, úgysem nézi mindenki végig, de hogy így kicsit elveszem a saját muníciómat a következő óra befektetéses, vagy hát a befektetése az óra jellegű témámtól, de ezt majd úgy is ki fogom fejteni. Na mindegy, szóval, hogy a luxus óra márkák közül van olyan, ami effektíve, hogyha kockás papíron kiszámolod azt, hogy megveszed ezt az órát most, hordod 2 évig például, és 2 év múlva többet fog érni, mint ma, még úgy is, hogyha kiszámolod, hogy infláció meg mindent, egy gyakorlatilag ingyen volt órát, szembe azzal, hogy most egy közepes árkategóriás órát, mint tudom, 1000 euró környéki, 1000-1500 euró környéki órát megveszel, ahogy kilépsz a boltba, az ára feleződik, és az 2 év múlva se lesz jobb. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy megnézed a kettőnek az egyensúlyát, akkor konkrétan a drága órával effektíve jobban jártál, és persze ez a márka történet miatt is van, presztízs miatt is, és nem feltétlenül a gyártás technológiai, vagy bármilyen ilyesmi különbségek miatt, hanem egyszerűen csak a magában a márka, vagy az adott modellnek akár a népszerűsége, meg az elérhetősége miatt is alakul ki ilyen dolog, de hogy érdekes dolog ennek azért néha utána számolni, nem? És persze ezek pont olyan dolgok, amiket egyébként az, aki mondjuk elkezd órákat gyűjteni, és lát egyfajta szintig, és nem lát az a szint fölött, pedig egyébként simán van olyan, hogy valaki azért vesz meg egy drágább órát, mert egyszerűen nem akar pénzt veszíteni. És lehet, hogy hülyén hangzik, de egyébként ez azért megtörténik. De pont ezért ilyenkor azért meg kell nézni, hogy milyen modellt veszel, milyen gyártótól veszed, milyen állapotban veszed egyáltalán, mert hogy azért itt nagyon nagy különbségek vannak, és ezekben nagyon nagyokat lehet botlani, de hogy ugye ezek nem feltétlenül, és ez az új és a használt órákra is egyébként igaz. A frisson az óragyűjtésbe csöppentek szokták ilyenkor ezt mondani az ilyen drága órákra, hogy meg a gazdáikra, hogy ezek csak ilyen sznoboknak a túl drága játékszere, és egyébként ebben van igazság, és hogy az elején elmondtam, nyilván az órának önmagában nem feltétlenül kell, az, hogy az óra mennyire tesz boldogának, alapvetően semmi köze az árához. Ez azért szerintem egy egész megnyugtató dolog, és egyébként valószínűleg még igaz is. A következő ponton pedig egy kicsit magam ellen fogok beszélni, ugyanis arra hívlak föl titeket, hogy ne támaszkodjatok túlzottan mások véleményére. Mert hogy persze kikérjük általában az emberek véleményét, kikérjük barátok véleményét, kikérjük ismerősök véleményét, kikérjük emberek véleményét a különböző órás fórumokban, csoportokban, minden, de mindenkinek más és más a helyzete, és simán van az, hogy valakinek egy adott helyzetben egy órát megvenni jó, és valakinek egy adott helyzetben egy órát megvenni nem jó. Tehát, hogy nincs két helyzet, nem ismerik egymásnak sem a pénzügyi lehetőségét, sem feltétlenül az óra kollekciója, sem a szokásait, az ízlését, meg sem ilyesmit. Hogy kinézte magadnak egy akvarészet, megkérdezed valamelyik órás fórumon, hogy jó, srácok, kinéztem ezt az órát, mit gondoltok róla, és erre Józsiga 13 beírja, hogy a takhajer csak a vesztesek vesznek. És így... Nyilván nem tudhatod, ki ül a vélemény mögött, nem tudhatod, ki az, aki ezt leírta, hogy egyébként egyáltalán van-e órája, hogy férfi-e, vagy nő, lehet, hogy egy, nem tudom, mindegy, nem akartam... Szóval így fogalmad nincs, nem tudhatod, hogy ki ez, és pont ezért egyébként nagyon fontos az, hogy amikor szeretnél, és kinézel egy órát, és hogy megvan a vágy, hogy te ezt akarod, akkor elmenj és megnézd. És nem csak egyszer, mert főleg, hogyha drága órára beszélünk, akkor egyszer elmész megnézni. Megnézed, hogy ez most nagy rád, kicsi rád, egyáltalán hogy áll, hogy bevág, hogy szúr, hogy nem áll jó, hogy rosszul néz ki, hogy jól néz ki, hogy a fenne se tudja, elég sok minden előszakot azért ilyenkor fordulni.
és hogy mindenképpen alszol rá egyet. Ahhoz, hogy az impulzus vásárlásokat elkerül, feltétlenül kell az, hogy tegyél egy kis távolságot. Egy lépést hátra, tehát megvan, tudom, hogy mit szeretnék, nagyon szeretném, de várjunk egy kicsit. És hogy meg lesz ez a vágy holnap, vagy a jövő héten. Mert általában, hogyha veszel egy drágább órát, akkor ezt nyilván nem egy hétre veszed, tehát hogy konkrétan az van, hogy ott azért én ilyenkor szoktam várni vele. Én szoktam érlelni ezt a dolgot, hogy így a jövő héten is még szeretném ezt az órát, és ha igen, akkor el kell menni és meg kell venni, főleg, hogyha az embernek megvan rá a lehetősége. És pont ezért fontos az, hogy személyes tapasztalatot szerezünk, és szerintem Magyarországon nem sok olyan óragyártó van, nyilván lehetne mondani olyanokat, akinek mondjuk nincs kirendeltsége, vagy jó, nyilván a butikokból egyébként, hát szerintem így két kezemben meg lehet számolni, hogy hány butik van, de lehet, hogy egy is elég rá, és mindegyik az Andrássy úton van, vagy hát nagyon nagy részük. Jó, nem, egy kicsit odébb is vannak még, de hogy nagyon sok multibrand store-unk van, ahol különböző gyártóknak a különböző dolgait lehet megnézni, akár egyébként nagyon egészen széles árspektrumban, úgyhogy megéri általában ilyen általános órás boltokba multibrand helyekre menni, mert nagyon sokféle órát ki lehet próbálni, és egyébként érdekes az, hogyha mondjuk fejben van egy összeghatárod, hogy mennyit vagy hajlandó költeni, megmondhatod, hogy egyébként ezt szeretnéd, és hogy valami hasonló árkörében ajánljon már valamit, és lehet, hogy találsz egy teljesen, valami teljesen hasonlót, ami jobban tetszik, csak mondjuk nem is gondoltál volna rá, az eladónak azért általában azért ők ezzel dolgoznak, ők lehet, hogy tudnak olyat ajánlani egyébként, ami egyébként még akár tetszeni is fog. Ez azért kicsit visszautal a néhány előzőre, hogy nyitottnak kell lenni az újdonságokra. És akkor ezt a pontot lezárandó, személyes tapasztalat, amennyire csak lehet, és olyan embereknek a véleményére hallgass csak, akik megbízhatók, ne olyanokra, akik egyébként egy fehér kabátban ülve, egy fekete doboznak kiabálnak, egy órás dobozzal a kezükbe, és egy kutyával az oldalukon. Mindegy. Igen, és erre ráprüszköl. Okay. Még két pontom van hátra, és befejeztük ezt már így is egyébként elég hosszúra nyúl dolgot, de nem akartam nagyon darálni, mert hogy most azért szerettem volna egy kicsit jobban hangsúlyozni dolgokat, jobban kidomborítani dolgokat. Szóval az utolsó előtti pontom az, hogy ne vegyünk hitelre órát. Mondom, én nem akarok senkinek a zsebében turkálni, de általában hitelre órát venni nem jó, ahogy hitelre elmenni, nyaralni sem jó, tehát hozzáteszem. Van olyan, amikor ez egyébként megéri, de az órák nem ilyenek, például a lakás meg a házvásárlás az teljesen ilyen, hogy azt mondod, hogy inkább megéri, hogy a banknak fizeted a törlesztő részletet, és azt mondod, hogy ha 20 éven át fizeted, akkor lehet, hogy ez a tiéd lesz. Lehet. Szembe azzal, hogy mondjuk egy feneketlen kútba bérlőnek, vagy tulajdonosnak dobálod be folyamatosan minden hónapban, a pénz sose lesz a tiéd. Na most az óra az nem ilyen, tehát az óránál a hitel, most persze erre azt lehet mondani, hogy most, és vannak persze kivételek, tehát van olyan, hogy a jövő héten fog bejönni valami nagy pénz, valaki visszaadja, amivel tartozik, vagy jövő héten fizetés, és most láttam egy olyan akciót, hogy ezt most meg kell venni, és így felkerült a Facebook Marketplace egy olyan óra, amit évek óta keresek, tehát nyilván ezek ilyen olyan esetek, amikor azt mondtad, hogy persze, ezt legyen megcsinálni, de olyan, amikor azt mondtad, hogy most beleszerettem az új Meteor számlapos Rolexbe, és ezt most mindenképp meg akarom venni, és volt akkor banki hitel, meg minden, és nem. Tehát, hogy nem. Sokkal jobban fogod egyébként értékelni, hogyha persze az emberi természet olyan, hogy a késletetett jutalmazást nem tudja alapvetően felfogni. Mert hogy általában az ember szeret a itt és most megszerezi dolgokat. Kaját, nőt, órát, lakást, kocsit, mindent. Tehát az azonnali dolgokat hajszoljuk. És pont ezért áll az emberi természettől távol az, hogy most így megtartóztatjuk magunkat, nem költünk olcsó órákra, hanem ezt a pénzt eltesszük, és azt mondjuk, hogy amikor összejött, akkor egy összegben bemegyünk és kifizetjük. Vagy egy összegben megrendeljük, tök mindegy, hanem ha nincs ilyen boltja az adott dolognak, és addig pedig hordjuk azt, amit hordunk. Persze ehhez nagyobb mentális erő kell szerintem, akaraterő kell. Ugyanakkor az első részre semmi nem kell, az kell, hogy most legyen jó bejelentett fizetésed, a bank úgyis megadja rá valószínűleg a hitelt, hogyha nem nettó minimálbért keresel, akkor valószínűleg úgyis meg fogják adni, és akkor egyből a tiéd lehet már jövő héten akár az óra, nyilván, hogyha olyan modellt választottál, ami egyébként van bárhol, raktárkészleten, meg ilyesmi, ha egyáltalán elérhető. Viszont a másodiknál, hogyha inkább spóroltál, meg minden, akkor büszke leszel magadra. Tehát megmondod, hogy igen, egy egész kemény egy év van mögöttem, 2 év,
Vannak olyan drága órák, amikor simán, vagy ki tudja hány év, de hogy megcsináltam, végigcsináltam, nem roppant bele a háztartás, kifizettem, nem hitelre van, és egyébként büszkén hordhatom. És ez önmagában a végeredményképpen sokkal jobb érzés lesz, hidd el. És a legvégén egy olyan, amit már mondtam, így elrejtve, de most így külön pontként kommunikációval mindig azt tanítják, hogy a legvégén kell a legfontosabb üzenetet átadni, és ez most is így van. Szívből kell vásárolni. Nem agyból, nem úgy, hogy most akkor ez az óra megéri, vagy nem éri, hogyha megveszem, akkor veszek rajta 30%-ot egyből, hogy kisétárok az üzletből. Nyilván van ilyen is, viszont amikor egy szerelem van, akkor az mindent megér. Már minden szempontból. Akár párkapcsolatról, akár órákról, autóról, házról, tök minden miről beszélünk, hogyha az ember egyszer csak érzi, hogy ezt meg kell venni, akkor meg kell venni. És igazából teljesen mindegy, hogy mondjuk milyen észérvek szólnak ellene, az ember akkor is meg fogja venni. Aztán persze vannak olyan jelek, amikor mondjuk hallgatni kell az intő szóra, szerintem, viszont nyilván a végén úgyis csak azt fogod megvenni, amit szerettél volna, és legrosszabb esetben majd a saját károdon megtanulod, hogy mégsem kellett volna, mert ez is megtörténhet. Na, ezek az én jó tanácsaim arra, hogy milyen alapelvek mentén éri meg szerintem egyébként órákat gyűjteni, hogy milyen támpontokat kell egyébként szerintem figyelembe venni, hogyha az ember órákat kezd gyűjteni, vagy egyáltalán úgy órái vannak, vagy egyáltalán szeretne ebbe az egészbe belevágni. Úgyhogy ennyit szerettem volna, most örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!